Dress Mihály a vendégünk, akit azt hiszem nem kell bemutatnunk a kedves nézőknek. A frissen Kossuth díjat kapott művészt, bár tudom, Misi, hogy erről nem feltétlenül szeretsz beszélni ilyen nagy nyilvánosság előtt, most mégis itt gratulálunk neked az egész Pajtakult nevében. És gyorsan el is terelem a szót erről a dologról. És igazából engem az érdekelne nagyon, hogy honnan merítesz, van-e valami megfogalmazható szikra, amitől ennyire termékeny a te zenei utad? Ha te így látod, hogy annyira termékeny, akkor elfogadom, bár lehetett volna termékenyebb is, de mondjuk rám talán jellemző az, hogy kicsit visszafogott ember vagyok, úgyhogy talán ezért van az, hogy én úgy érzem, hogy nem vagyok olyan termékeny, de nagy szavak nélkül én hiszek Istenbe például. Sokszor inspirál az, hogy örülök, hogy élek, hogy milyen jó dolog élni, jó dolgom van, szép életem van, és hát nagyon szeretem a bort is, hozzá kell tenni. Ami nagyon szembetűnő, hogy mindig nagyon jó pillanatokban ragadod meg, hogy milyen fiatal zenészekkel kell szóba állni, hogy ez milyen kényszerpálya, vagy milyen motívum, vagy lehetőség egyrészt azoknak a fiataloknak. Lukács Miki nálad kezdett el játszani először az ország legkreatívabb cimbalmosa, most már tudjuk. Akkor a Dress vonós kvartett szintén borította a magyar vonós piacot, most pedig egy cimbalmos gyerekkel dolgozol, egy kamasszal igazából. Ne felejtsük ki Lajkó Félixet sem, aki 17 évesre volt, amikor megkeresett engem, és aztán ő volt az első valójában, aki nálamnál jóval fiatalabb emberke volt, és aztán ő is persze befutotta maga nagyszerű ívét, pályaívét, meg még futja is. Valójában ez így adódott az, hogy fiatal kollégákkal, barátokkal zenélek. Ezt én szeretem is, ez mindig így adódik valahogy. Nem én erőltetem ezt, hogy jaj, most akkor fiatalok. Visszahat rád az a tér, vagy az a környezet, amiben éppen jelen vagy, vagy amiben éppen muzsikálnod kell? Most mondjuk, hogyha itt lenne valamelyik hangszered, jönne rögtön az ihlet, hogy na, ezt a nótát fújnám el. Hát azt gondolom, hogy mindenkire hat, ha észre is veszi, vagy nem. Én észreveszem, hogy igenis, hogy a környezet nagyon erősen befolyásol. Ezt elsősorban mondjuk ott lehet tetten érni, amikor fellépés előtt egy adott, hogy milyen a helyszín, milyen érzékek határoznak meg, természetesen igen, ez így van. Nagyon egyszerűen meg tudom fogalmazni, a természetes egyszerű közeg az nekem passzol. A minél mesterkéltebb, minél túl komplikáltabb, annál inkább bezárolok, és nem lehet használni. Hogy hosszú távon tervezünk, tényleg azt gondoljuk, hogy az ilyen millió az, ami a kultúrát segíti, vagy az emberi kapcsolatokat, a közösségek újra szerveződését. Miért pont a Pajta, vagy úgy rá vagyunk kattanva jó páran, te is? Igen, hát ez végül is már így megfogalmaztad, mert hogy ez egy természetes közeg. Jó, hogy most már a pajták nem úgy működnek, mint nagyapáink idejében, mikor nagyapámnak is volt pajtája, ahol is ugye szénatároló volt a funkciója alapvetően. Ez ugye, hogy megváltozott az életforma, de a pajták megmaradtak, és olyan közvetlenség, természetesség érezhető ezeken a helyeken, hogy ez létjogosultsága van, hogy ez folyamatossá váljon, hogy az emberek jól érzik magukat az ilyen tradicionális épületek környékén. És hasznosítható, tehát látható, hogy egy jó értelembe vett gyűjtőhelynek minősíthető, hogy így mondjam. Gratulálunk magát. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Egészségetekre.